Köszöntöm a stúdióban vendégünket, Szilágyi László agrármérnököt, az egyik vegyipari világcég szerbiai képviseletének munkatársát, aki időszerű növényvédelmi tanácsokkal szolgál nézőinknek. Mire hívná fel a földművesek figyelmét? Üdvözölném a nézőket. Aktuális témák a kalászosoknak a gyomok elleni védekezés a kalászosoknál és a gombölős kezelések, mivel hogy ilyen változékony időjárási viszonyok vannak, már majdnem egy teljes hónapja olyan éghajlati viszonyok vannak, melyek kedveznek a gyomok fejlődésének. Ezáltal a termelőknek arra hívnánk fel a figyelmét, hogy olyan gyomok elleni védekezést használjanak, tehát olyan vegyszereket használjanak, amelyek ilyen éghalatti tényezőknél is kiváltják maximális hatásukat, tehát nem annyira érzékenyekre ezekre a hideg-meleg hatásokra, elsősorban a biatlont ajánlja a BASF cég. Teljes körű védelmet nyújt, ami a gyomok elleni védekezést illeti, tehát olyan gyomokat is ki tud iktatni, mint az aktuális tyúkhúr, Veronika, vagy pedig az árvacsalán, ragadós galaj, és nem utolsó sorban egy nagyon fontos gyomnövény, ami az utóbbi időben nagyon nagy gondot okoz a parcellákon, az a pipacs. Természetesen ezt is ki tudja maximálisan iktatni. Nagyon gyorsan hat, úgyhogy ezeknél az éghajlati változékony éghajlati viszonyoknál, mikor nem tudjuk előrelátni a csapadéknek a megjelenését is, kiválóan hat, akár 10 perc után egy 20 literes eső se tudja megakadályozni a hatását. Nagyon gyorsan bejut a növényekbe, ezáltal maximális védelmet nyújt. Ugyanúgy előre haladott állapotban vannak már a kalászosok. A biatlont teljesen a zászlós levél kifejlődését, kifejlett állapotáig egy biztonsággal használhatják a termelők, és a használata után akár másodvetésben is vethetnek akár zöldségféléket is, és az olajrepcére sem nem lesz negatív hatása. Aktuális védelem még természetesen a zárpának a gombelős növényvédelme. A zárpánál a betegségek, mint a hálózatos levélfoltosság ugye előbb indulnak. Nagyon fontos, hogy ilyen esetben olyan vegyszereket használjunk, mint a Prioxor, amelynek mind a mellett, hogy preventív hatása van, van egy úgynevezett kuratív hatása is, tehát meg tudja állítani a már megindult betegségeket. Nagyon fontos, hogy ilyen esetben olyan vegyszert használjunk, ami gyorsan bejut a növényben. Szintén a Prioxor 5 fokon már kezdik kifejteni hatását, tehát az alacsony hőmérsékletek se nincsenek negatív hatással a hatékonyságára. Olyan aktív anyagot tartalmaz, amelyeknek hosszabb hatásuk van, tehát aktiválódó aktív anyagot tartalmaz, és ezáltal, hogy hamarabb kezeljük a zárpájainkat, össze tudjuk kötni talán a második gombaölős kezeléssel is, hosszabb hatás van, nem marad hely a két gombaölős kezelés közt. Köszönöm Szilágyi Lászlónak, hogy a Barázda vendége volt. Köszönöm szépen.